egy szekszárdi gyár telephelyéről akart lopni a két vádlott, az ott parkoló kamion rakterét nézték ki maguknak, csak hogy ahogy besurrantak, észrevette őket a biztonsági őr. A tolvajok menekülni kezdtek, az autójukba ültek és gáztattak. Néhány száz méter után viszont egy szabálytalan előzés során nekiütköztek egy épp járőröző rendőrautónak, miután egy másikat leszorítottak az útról. Az egyenruhások azonnal a betörők nyomába eredtek. Az eljárás során ismeretlenül maradt személygépkocsi vezetőjének, továbbá a rendőrségi személygépkocsi vezetőjének életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, megsértve, megszegve ezáltal a Kressz 34 szakaszban, illetve a 18 szakaszában foglalt rendelkezéseket is, egyrészt a záróvonal átlépésével, másrészt pedig a szabálytalan előzéssel. Ezért az ügyészség közúti veszélyeztetés büntettével és lopás vétségének kísérletével vádolja. A két férfit végül bíróság elé állították, ám a most elítélt bűnöző kétszer is megpróbált elszökni, ezért kénytelenek voltak letartóztatni. Időközben még az első ügyvédjét is megkárosította, pénzt kért tőle kölcsön, amit azóta sem adott vissza. Szerdán délután videóhíváson keresztül a börtönből válaszolt a bíró kérdéseire. Mindent beismert, de azt mondta, bármilyen büntetést is kap, az ellen biztos fellebbez. Majd szeretnék fellebbezni, azon kívül szeretném megkeríteni a kárt a sértettnek, akinek okoztam a kárt. A ügyvédnőnek is szeretném visszafizetni 3000 forintot. A bíróság a vádlottat, mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül, 2 év 6 hónap szabadságvesztése, közügyek gyakorlásától 5 évig, közúti járművek vezetésétől szintén 5 évi eltétásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát a bíróság fegyházban állapítja meg, megállapítja továbbá, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. A lopni induló, majd rendőrautónak ütköző férfinak a jogosítványát is elvették 5 évre. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert ahogy azt a tárgyalás során megígérte, fellebbezett az ellen.